Ez itt a... Tessék? Mit akartam? Szóval, ne. Ez itt a Rózsavölgyi Szalon. Újévi szerencsehozó. Lovas külön. Mi áll a fejedben? Véget. Ezt elmondanám. Mondd el. És tessék! Ez itt a Rózsavölgyi Szalon. Mi áll a fejedben című műsorának? Lovas szerencsehozó. Újévi külön kiadása. Laci megkapja tőlem karácsonyi ajándékát, ami nem más, mint egy lovas óra a Horokorzis lovardában Pátkán. Félsz? Izgulsz? Nem. Hát akkor nézzük. Vágjunk bele. Mindjárt ott vagyunk, pillanat. Én már át is öltöztem, tehát itt vagyunk Pátkán a Horokorzis lovardában, és Laci nem véletlenül van egy western kalap, ugyanis nekem már évek óta nagy szenvedélyem és hobbim a lovaglás, azon belül is a western lovaglás, és azon belül is a reining, amiről el fogom magyarázni, hogy ez mit jelent, amikor Laci már lóháton lesz, ugyanis én fogok tartani neki egy kis lovas oktatást. De ha most mindent elmondasz, akkor én hogy tegyek fel neked kérdéseket a témával kapcsolatban? Jó, nem mondok ennél. Hogy jött a lovaglás? Hogy jött? Igen, mert ez egy szerelem nálad, ezt látom. Nem tudom, 4 éve azt éreztem, hogy nagyon jó lenne valamit a munkán kívül is csinálni. Nem lehet csak dolgozni reggeltől estig, mert akkor összenyom, és muszáj valahol az energiákat egy az, hogy merítkezni is, illetve valahogy valami másba belefektetni. Mit találtál meg a lovaglásban? Hát szerintem elsősorban önmagamat, az önbizalmamat, ad egy plusz célt az életben, és nem, az a legfontosabb, hogy itt úgy saját magam lehetek. Szerintem be is dobhatod. Nem megyünk be, mert nagyon sáros. Dobd be nyugodtan, igen, és majd úgyis ide fognak jönni. Igen, egy laza mozdulattal, egy kis könnyed. Most oda se nézek, bízom benned. Hát Laci, mehet messzebb, azt hiszem, mert az már igen. Az már szép munka. Itt a tenyészkancákat lehet látni a csikóikkal. Sikerült. Ügyes vagy, Laci, ez az. Ez csak adok neked még almát. Nálam is van még, mert közben én itt egy második operatőr szerepet is betöltök. Igen, itt gyakorlatilag, akik itt csikókat láttok, a Dani is majd megmutatja őket, mert én nem tudom átfordítani, aki most éppen ott teszik, ő is idén született. Gyakorlatilag itt minden kis csikó itt idén tavasszal született, 2020-as babák, és akkor az anyukák pedig már újra vemhesek, és jövő tavasszal várjuk a tesókat. Rózi, gyere csak, gyertek babák! Készültem. Ó! Oh. Villámkérdésekkel. Kérem, ezt átadhatom? Ez a te munkaköröd szokott lenni, de... Elveszi a munkámat, nézd oda. Szóval, ló vagy kutya? Ló. Bőr vagy farmer? Farmer. Kincsen vagy overdose? Overdose. Város vagy falu? Gyorsan. Most még város, de falu lesz belőle. Budapest vagy New York? Budapest. Richter vagy Mowgli? Richter. Próza vagy zenés? Próza. Vízpart vagy síkság? Síkság. Tea vagy kávé? Tea. Csutakolás vagy ganézás? Csutakolás. Nagy veszély. milyen jó érzés a másik oldalon állni. Aztán ilyen, amikor így... Nagyon köszönöm. Megetettük őket, Lacin rajta a kábolykalap. Picit beszélgettünk is róla. Hát akkor menjünk vessük és ügyünk lóra. Vessük be magunkat. Vessük be magunkat. Mutasd meg, hogy mit kell csinálnom majd. Beavatom Lacit ebbe az egészbe. Indulunk. Avasd be! Menjünk! Cause it's the funniest feeling. So let's slip inside. Easy. Out of this world. And out of this life.
This place called home is no longer mine. So now I need to occupy your mind. Kozd, ezt megfogod ezt bal kézzel, most szárat még először nem kapsz, ez azért van itt lekötve, az ne zavarjon meg. Ja. Ide bal lábadat be, átemeled és nem belehuppan, hanem csak így szereljük. Ne gyere! Ezt már most prezentáljam? De fel kéne ülni. Tehát, itt fogom megfogom, meg. Igen, de hogy ne húzd le, lehet olyat, én ide a nyakába szoktam bal kézzel kapaszkodni. De igen, aha, és átérsz. Így is van. Ez a beszéd. Jó a hossza? Csodálatos a hossz, nem tudom milyen, hanem jó hossz. Jó, az a lényeg, hogy nem jaj, teljesen bedugom, hanem pillanat. Sarkam. Gyönyörű képet csinál. Jó a kép? Nagyon jó a kép. Jó, hát ez... Jó, engedd el, mert... Nem egy ördög lakat. Nem, engedd el a kezeddel, engedd el a kezeddel. Igen, szuper jó. És ilyen izé? Igen. Ilyen titanikusan? Kicsit titanikusan. Akkor most csináld azt, hogy csukd be a szemed. Igen. Nagyon jó. Érintsd meg az orrodat. Igen. Másik kézzel. Jó, mondd nekem, hogy mikor lép a jobb első lábával. Jobb? Igen. Most. Most. Nagyon szuper vagy, bal hátsó. Várj. Ez nehezebb. Próbálj meg előre fölfele gondolkodni. Kezeket leengedheted, nem kell egyensúlyozni. Így, ez az, szuper. Mint a nyilazó ős magyarok. Fordulj hátra. Azaz, ott van az igazi ős magyar fiatalember. Erről is van szó. Nagyon jó. Kérem szépen. Ezt tartjuk még egy picikét. Képzeld azt, hogy a fejeden van egy pohár, és az nem szabad, hogy leesse. Az már szép, igen. Reining, röviden megfogalmazva, az a western lovaglásnak a díjlovas verziója, tehát ugyanúgy pontozzák gyakorlatilag a menetet. Ez a kábolyoknak egy ilyen szórakozása volt annó, különböző manővereket csináltak a lovaikkal, és kialakult ebből egy sportág, hogy csúszunk a lóval, fordulunk, forgunk vele, szabályozzuk a vágtáját, tehát egy nagyon precíz, és szerintem a lovaglásnak ez a, nyilván ez egy szubjektív vélemény, de hál' Istennek sokan osztoznak ebben a véleményben, hogy talán ez a lovaglásnak a teteje. Megfogod két kézbe a szárakat. Gyakorlatilag... Igen, ez valahogy így, nem? Igen, ugye, hogy... Valami rémlik. Hogy így. A lényeg csak, hogy ilyen ne legyen nagyon hosszú, de nagyon rövid se, tehát nem kell száját tépni. Ez a hossz jó, fogd meg csak így, jó? Nyitod a belső lábat, a belső kart, és azt meg ráfekteted. Aha. Így. Eltolom gyakorlatilag, nem húzom, mint az angolosok, hanem eltolom az ellentétes szárral. Igen, nyitom a izé. Kicsit a külsővel rúghatsz a vállára. Aha. Legyen lejjebb a kezed, most fent volt, tehát okay. Ez legyen itt, mutatom, valami ilyesmit kéne érezni. Ide, így, így. És húzom át, érezze a nyakán, hogy rajta van. Úgy, külső lábbal kicsit izé. Azaz, még előrébb. Nagyon előre dőlsz, de ez már jó, ez alakul. Wow. Jó, és ilyenkor lehet, amikor érzed, hogy elindul, szép lassan, visszaengedhetsz a kézből, mert csinálja magától. Menjünk a másik tehát, irányba majd. Másik irány. Igen. De ne feledd, mindig a külső szár az, igen, szép, dőj bele jobban, belső lábad vedd el, ami a jobb lábad, azt most vedd el. Igen, az el van. Vedd el, és a külső, az szép, ez, és most hagyd, szuper. Nagyon jó volt. Geri és Dani, köszönjük szépen ezt az élményt. Hát remélem, hogy jól szórakoztam, hogy tényleg jó élmény volt. Én nagyon nem gondoltam volna, hogy el tudom indítani a lovat, illetve tudok vele ilyen köröket tenni, illetve saját magánkörbe forgatni. De én tényleg nagyon köszönöm, mert nagyon jó kis karácsony ajándék volt. Örülök, hogy örömet okoztam. Remélem, hogy ti is jól szórakoztatok. Ha tehetitek, lovagoljatok, ismerkedjetek meg a Westernnel, azon belül a Reininggel. Vagy hogyha nem a lovaglás, legyen valami hobbi. Az mindig olyan jó. Vagy vegyetek egy ilyen cowboy kalapot. És az érzés már megvan. Az érzés megvan. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet. Bízunk abban, hogy kellemes pillanatokat tudtunk önöknek, nektek szerezni. Kívánunk mindenkinek maszk és covidmentes boldog új évet. 3, 2, 1.